Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit. Azt is mondhatnám, hogy folytatjuk sorozatunkat, amelyben ifjú tehetségekkel beszélgetünk két héttel ezelőtt. Pál Tamara volt a vendégünk múlt héten, Lukács Pepe, most pedig Kukely Anna. Szia Anna, köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velünk. Sziasztok. És mielőtt elmerülnénk itt az érettségi meg a kézilabda rejtelmeiben, inkább nyilván az utóbbiban, akkor gyorsan tisztázzuk, hogy Kukely és nem Kukely, mert gyakorlatilag szerintem ezt 10-ből hányan mondják Kukelynek, tessék? Hát 10-ből 9-en, tehát ugye? Nagyon mindenki szerint Kukely, de Kukely. Nem gondolkoztál még rajta, hogy esetleg lehet érdemes lenne, akkor hát ott legyen Kukely, ha már mindenki annak mondja? Hát én inkább maradnék a Kukelynél, de úgy tényleg most már nem is szólok néha az embereknek, hogy Kukely mondják az a Kukely. Szuper, hát az a lényeg, hogy akkor aki néz minket, meg hallgat minket, az mostantól tudni fogja, hogy nem Kukely, hanem Kukely Anna, és hát hamarosan aztán reméljük, hogy annyit forog majd a neved mindenféle sport médiában, hogy ez egy pillanatig nem lesz kérdés senkinek. Ha valaki esetleg nem tudná, szintet lépsz minden tekintetben, ugye jelenleg a másodosztályú Békés Csaba játékosa vagy, de hamarosan a Fradi irányítója leszel, és hát most csűrhetjük, csavarhatjuk bárhogy. Én bárkivel beszélgettem, aki egy kicsit is így jobban benne van a mélyében a kézilabdának, azt mondja, hogy tőled várják a megváltást. Szóval majd nyilván nem egyik napról, vagy egyik hétről a másikra, de hamarosan. Te mikor szembesültél egyáltalán ezzel, hogy úristen, én egy ilyen nagy tehetség vagyok, és akkor most tőlem azt várják, hogy majd én legyek a nagy irányító? Hát igazából én még annyira nem nagyon fogtam ezt fel, hogy tényleg a Ferencvároshoz fogok kerülni nyártól. Igazából én szeretnék minél többet fejlődni, és kihozni magamból a maximumot, és remélem, hogy én lehetek a következő olyan irányítója igazából a Ferencvárosnak, és hogy igazából a magyar kézilabdának, ami tényleg meghatározó. Igen, sokan vannak, vagy vagyunk így ezzel, akik ezt szeretnék, de arra emlékszel, hogy, vagy legalábbis, hogy sok ilyen nagy tehetség legyen, mint amilyen te vagy, hogy mikor éreztették veled először, hogy fú, benned azért mocorog valami? Hány éves voltál körülbelül? Szerintem 15-16, nem is tudom, amikor a horvát Roland felvitt engem a felnőtt csapathoz, és ott párszor be is állított NB1-es mérkőzésre, akkor éreztem azt, hogy hú, lehet, hogy azért mégiscsak kezdhetek valamit a kézilabdával, és nem csak egy hobbi, hanem komoly szinten nézhetem. Engem az érdekelne, hogy volt-e olyan alternatíva, hogy nem egyből egy ekkora hatalmas ugrást végzel el, hogy a Békés Csabából a BL csapatba repülsz, hanem félúton Békés Csaba és Budapest között esetleg valahol megállsz egy-két évre, hogy egy olyan csapatba kerüljél, ahol magasabb elvárások vannak, de azért nem a legmagasabb. Vagy azt gondolod, hogy ezt így bele kell ugrani, és még annak árán is, hogy nyilván most nem tudom, csak kérdezem, hogy Békés Csabán most gondolom, te vagy a kezdő irányító, sokat játszol, belekerülsz egy olyan csapatba, ahol azért senkinek, de neked még különösen nem biztosított az, hogy mit tudom én, fél időket akár tudjál játszani. Igen, ez teljesen így van. Tisztában vagyok ezzel, hogy lehet, hogy sokkal kevesebb játékidőt fogok kapni, viszont úgy érzem, hogy meg kellett hoznom ezt a döntést, és szerintem nagyon jó szakmai munka folyik a Ferencvárosban, és hogyha valahova el kellett, hogy kerüljek, akkor úgy éreztem, hogy ez az a hely ahhoz, hogy itt tudok a legjobban fejlődni. Utaltam a beszélgetés elején rá, hogy majd az érettségit is szóba hozzuk, ebből ugye kiderülhetett, hogy 18 éves vagy, és én nagyon kíváncsi lennék, hogy ez pont a határa a gyerekkornak, meg a felnőttkornak, és ez most egy nagyon felelősségteljes döntés, amit hoztál, vagy hoztatok, ez a kérdés, hogy ez hogy zajlik, hogy te döntesz, a szüleiddel döntötök, a Békés Csabai edződ, van menedzsered, tehát ki döntött végül, vagy kik döntöttek? Igazából beszéltem anyáikkal, beszéltem a családommal,
a Békés Csabát is meghallgattam, igen, van menedzserem, és igazából ők is csak felvázolták, hogy ők mit gondolnak, tanácsokkal láttak el, ahogy a szüleim is, ők is csak azt javasolták, elmondták az érveiket, hogy mik állnak a Ferencváros mellett, mik állnak a Békés Csaba mellett, vagy esetleg egy más csapat mellett, de teljes mértékben rám bízták a döntést, és nem akartak semmiféleképpen sem befolyásolni. Hát akkor ez tök jó, akkor azért te egy ilyen karakánlány vagy, ugye? Hát azért ebbe így beleállni, tényleg, ahogy Attila mondta, Magyarországon ennél feljebb, ugye maximum egy van a Győr, bár ugye nem is biztos, hogy feljebb, tehát mondjuk, hogy egy szint hasonló szinten, tényleg ez egy nagyon felelősségteljes döntés. Igen. Igen, igen. Na jó, igen, igen, úgy értem, hogy igen, 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 úgy folytattam volna, hogy ezek szerint akkor azért az életedben önállóan hozod meg most már ezeket a sorsfordító döntéseket, nyilván aminek nincsenek egyéb vonzatai, tehát ami mondjuk sport. Igen, igen. Mondhatni, hogy igen, ha bár mindig kikérem a szüleim véleményét, és ők is elmondják az érveiket, vagy a tapasztalataikat, vagy azt, hogy ők mit gondolnak és mit látnak, de már az iskola választással is 14 évesen akkor azt mondták, hogy te döntesz, de ők elmondják, hogy mit gondolnak, és most is rám bízták a döntést. Én visszakanyarodnék, még egy picit rugóznék ezen a játékidőn, mert ugye a fiatal játékosoknál ez mindig egy kulcskérdés, hogy nyilván a szakmai munka az fontos, amit egy klubnál tudnak végezni, de ahhoz, hogy ez a szakmai munka kiteljesedjen, ahhoz játszani kell elég sokat. Hogy az érdekelne, hogy Zene Gáborra gondol, mint a Ferencváros vezetőedzőjével, volt-e neked olyan beszélgetésed, ahol azt mondta, hogy nézd, hát én úgy gondolom, hogy 1 perc, 10 perc, 15 perc, 20 perc, csak középen, szélen, fönt, lent, alul védekezel, nem védekezel, vagy szóval van egy ilyen terv, amihez próbáltok igazodni, nyilván az élet hozza majd, hogy abban mi lesz, de látsz-e ilyet, vagy mondtak-e ilyet, vagy beleugrottál, aztán megpróbálsz minél többet játszani, de lehet, hogy semmit nem fogsz. Volt nekem a Gáborral egy ilyen beszélgetésem, és azt mondta, hogy elől-hátul is számít rám, védekezésben is, meg támadásban is, kettes védekezésben, és támadásban is számít rám. Nyilván nem annyit, mint amennyit Békés Csabán itt játszok, de azt mondta, hogy lehetőséget fogadni. Ugye a te szerződtetésedet előbb jelentették be, mint Andrea Lekicsét. Te már tudtad, hogy Lekics jönni fog? Meg tudod például, hogy mi lesz, hogy Kovacsics Anikónak mi a terve? Mert, és Szucsánszki Zitát sem tudjuk, hogy hivatalosan legalábbis senki nem mondta, hogy ő befejezi. Tehát jelen pillanatban ugye potenciálisan négy irányítója van a csapatnak. Nem tudok, nem tudtam, a Lekicsről sem tudtam, illetve a Misikéről, meg az Zitáról sem tudok, hogy mi lesz velük. Aha, és akkor ez nem is befolyásol, mert azért nem mindegy, hogy egy valakivel kell konkurálni egy poszton, vagy mondjuk három ilyen rutinos sztárjátékossal. Nem befolyásol, ez sem. Arról is szeretnék téged kérdezni, hogy milyen típusú irányítójáték az, amit te játszol, illetve amit szeretnél játszani, mert nyilván még a fejlődés közepén állsz. Mondjuk, ha így felsorolok egy-két etalont ebben a műfajban, akkor kihez szeretné hasonlítani jobban? Mondjuk például Kovacsics Anikó az egyik, akit mondanék, a Vámos Petra a másik, Stine Oftedal vagy Henny Reisztad? ez nehéz. Hát inkább az Anikónak az esze tetszik, hogy mennyire okos a kézilabdához, a Henny Reisztátnak pedig a lövései, az, hogy milyen dinamikus és mennyire gyors. Talán az ő kettő ötvözetre szeretnék én lenni. És nem tudom, hogy hallgattad-e az elmúlt beszélgetéseinket, vagy esetleg eljutottak-e hozzád mindenféle hírek, mert már néha összemosolygunk azon, hogy minden korodbeli fiatal játékos azt mondja, hogy igen, de hogy erőben nagyon sokat, meg dinamikában, meg gyorsaságban fejlődnöm kell, mert hogy ott nagyon nagy a lemaradásom. Ez rád is vonatkozik? Nálad is ez a helyzet, hogy ott kell sokat dolgozni? Hát ott is nyilván. Igen. Én is úgy érzem teljes mértékben, hogy sokkal többet kell erőben, és dinamikában, és gyorsaságban is előre jönnöm,
hogy fel tudjam venni a versenyt bárkivel akár. Igen, hát nyilván ez a cél. Igen, Patila? Nem, csak ugye azt beszéltük a Lukács Pepével is a múlt héten, hogy nem mindegy, hogy valaki úgy érzi, hogy azért van egy kicsi levaradása, fellép a felnőttben, mert még csak 18 éves, és mondjuk így alkatilag vagy testileg nincs azon a fejlettségi fokon, mint mondjuk egy felnőtt játékos, vagy pedig azért, mert a saját korosztályához képest a külföldi példákat, ha figyeljük, mondjuk a norvégokat főleg, vagy a franciákat, is úgy érzi, hogy fizikailag le van maradva. Ugye a Pál Tamara esetében az volt, hogy ő azt mondta, hogy hát ő úgy érzi, hogy egy kicsit fizikailag a saját korosztályának a legjobbjaitól el van maradva, és nagyon sokat kell kondíznia tulajdonképpen, hogy utolérje ezeket a játékosokat. Te hogy érzed magadat erőben ilyen tekintetben? Én talán mindkettőt mondanám. Amikor részt vettem én is ugye a korosztályos Európa-bajnokságon, azért ott voltak komoly lányok, akik komoly erővel rendelkeztek, és viszont amikor NB1-es klubcsapatban ugye játszottam tavaly, akkor azért éreztem, hogy ott is vannak olyan akár külföldi játékosok, akár magyar-hazai játékosok, akik sokkal erősebbek és sokkal dinamikusabbak, mint én, úgyhogy én mind a kettőt mondanám, hogy mind a kettővel fel kell vennem a versenyt. Mert egyébként jó példa arra, aki szinte az IFI-ből fizikailag úgy lép a felnőttbe, hogy készen áll a Vámos Petrára mondok, mert rajta nem érezzük azt, hogy hú, hát még azért erősödnie kell, mert már most is fizikailag azt az erőt tudja mutatni, amit a felnőtt játékosok. Igen, a Petra az tényleg nagyon komoly erővel rendelkezik. Én úgy érzem azért, hogy még fejlődnöm kell ebben egy picit. Akkor még mielőtt egyéb dolgokról beszélnénk, azért térjünk vissza oda erre a játékidőre, meg játékperce, meg hogy egyáltalán te hogy vizionálod, hogy mi az, amivel elégedett lennél? Mondjuk azt nézzük akkor az első évet. Jó, jön a szeptemberben elkezdődik a bajnokság, meg kitűztél magad előtt valami célt, hogy mit tudom én, legalább 15 perceket játszak minden meccsen lehetőség szerint? Igazából annyira még nem gondolkodtam ezen, viszont igen, szeretnék 15-20, akár egy fél időket is játszani, és úgy érzem, hogy szerintem az lenne az elsőleges célom, hogy be tudjak épülni a játékba, és akár például egy rutinosabb játékosnak levenni a válláról a terhet. Egyébként most ugye saját bőrödön tapasztaltad meg NB1, NB2, hogy szakadéknyi a különbség? Így intenzitásban, meg mindenben, mert nyilván ez is egy óriási váltás lesz, nem csak az, hogy jössz a vidékről a fővárosba, a Fradihoz. Igen, nagy a különbség azért, mert igaz, hogy itt Békés Csabán azért jó munka folyik, viszont az ellenfelek azért más fajta, és azért tényleg nagy a különbség az NB1 és az NB1B között. Ezt meg tudom erősíteni, és főleg a sebesség. Igen. Ugye a modern kézilabdának az a nagy kérdése mindig, hogy milyen sebességen tud valaki játszani, mert nagyjából mindenki ugyanazt tudja, tehetségtől függően, tehát cselezni, lőni, passzolni, minden NB1-es szintű játékosnak ez már megvan, vagy válogatott szintű játékosnak, csak nem mindegy, hogy azon a sebességen, ahol mondjuk a Fradi játszik, vagy a BL-be játszanak, vagy a legjobb csapatok Magyarországon, ők, hogy azt a sebességet egy NB1-B után hogy tudod felvenni. Igen, biztosan nehéz lesz, de bele kell szoknom, és szerintem sikerülni fog. Na jó, akkor most egy picit tegyük félre a kézilabdát, és akkor mesélj nekünk egy kicsit Kukely Annáról. De várjál, inkább kérdezek, segítek azért. Mielőtt, ugye 18 éves vagy, most már harmadszor is megerősítjük, tehát ugye nem tudom, hogy tovább tanulsz-e egyetemen, most gondolom a szüleiddel laksz, ebben is változás lesz, akkor lesz önálló lakásod, barát, vagy csapattársakkal költöztök, tehát hogy kell ezt, mert ez egy óriási váltás a te életedben. Igen, ez egy óriási váltás, mert én itthon laktam anyáékkal, itt ide köt a családom, a barátaim, ide jártam iskolába, igazából minden ide köt, és most
felkerülök Budapestre, igazából teljesen ismeretlen. Szerintem nagyon még tájékozódni sem tudok Budapesten, mert annyira keveset jártam fent. Úgyhogy most igen, ez egy nagy váltás lesz, igen, külön lakásom lesz, egyedül fogok lakni. Igen, egyedül fogok lakni. Jelentkeztem a testnevelési egyetemre, úgyhogy szeretnék tovább tanulni, remélem, hogy felvesznek. És hát igen, majd ez biztosan nagyon érdekes lesz, hogy nem anya főztje vár majd itthon edzések után, vagy meccsek után, hanem saját magamra kell főzni. Vannak egyébként a Fradiba már Békés Csabai származású játékosok, ugye, tudom, már tájékozottál, és az ő térképeiket már elkérted, gondolom. Igen, már átküldték, hogy melyik útvonal visz a csarnokig. Jó, hát aki valaha megfordult a Fradiban, vagy eltöltött ott több évet, az mindenki ugye egybehangzóan mondja, hogy egy nagy család, úgyhogy szerintem a szárnyaik alá vesznek majd, és nem hiszem, hogy nagyon elveszett leszel egyébként. Remélem. Na, és akkor most érjünk vissza az eredeti kérdéshez. Tehát milyen kislány, nagylány, Kuka Jana? Hogy sikerült az érettségid? Mesélj meg. Megmondtad, hogy testnevelési egyetem, a sporton kívül mi az, ami úgy foglalkoztat, érdekel, amit el tudsz képzelni, vagy sport, aztán majd meglátjuk. Húha, hát igazából szerintem amúgy jól sikerült az érettségi. Mármint készültem rá, készültem, de azért nem olyan sokat. És például a magyar az szerintem rendkívül jól sikerült, a törővel is elégedett vagyok. A matek az egy picit nehezebb volt, de nyilván az is meglett. Illetve még ugye angolból érettségiztem, és szerintem az is jól sikerült. Nem volt különösebben nehéz egyik sem, azért többet stresszeltem rajta, mint amennyit kellett volna. Ezzel mindenki így van szerintem. Hát igen, szerintem azért tényleg. Így visszagondolva tényleg nem kellett volna ennyit stresszelni rajta. Igen, a testnevelési egyetemre készülök. Ott edzői szakra? Edzőre jelentkeztem, igen, velezői szakra. És remélem, hogy felvesznek, mert nem szeretnék kihagyni egy évet, mert a szüleimnek ez volt az egyetlen kérése, hogy semmiféleképpen se hagyjak ki évet, úgyhogy szeretném, hogyha felvennének. És hogy kicsit hagy kukacoskodjak, azért testnevelési egyetem, mert ez úgy adja magát, hogy hát élsportoló vagyok, ki tudja, vagy tényleg már azt mondod, hogy oké, majd egyszer, ha én abba hagyom a játékot, akkor edző leszek, sportvezető leszek. Bármi. Igazából nem nagyon tudtam még, hogy mivel is szeretnék így a jövőben foglalkozni, illetve ugye a Covid miatt kimaradt 2 év így az iskolából, és akkor ott egy kicsit le is maradtam, ott nagyon el is vesztettem azt, amivel úgy foglalkozhatnék, vagyis nem is nagyon tudtam igazából már akkor sem, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és most sem tudom. És akkor igazából ez az edzőség egy kicsit úgy jobban megfogott, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor inkább ez lesz. Én szeretnék még visszakanyarodni a kézilabdához egy picit, a válogatotthoz, mégpedig ugye korosztályos válogatotthoz első nekifutásra, bár nem tudom, hogy a felnőtt keretbe már szóba kerültél, vagy sem. Most a nyáron milyen versenyre készültök, és milyen a csapat most? Tudjátok folytatni azt a sikerszériát, ami a női ifi és junior válogatott mögött az utóbbi években, vagy a te generációd az hogy van bepozícionálva jelenleg a nemzetközi mezőnyben? Most nyáron világbajnokság lesz, ez lesz az utolsó közös világversenyünk együtt. És ugye mi tavaly és tavaly előtt is, most 2 évvel ezelőtt is megnyertük az Európa-bajnokságot, úgyhogy szerintem biztosan fel tudjuk venni idén is a versenyt, akár a skandináv, akár egy francia csapat ellen, és nyilván szeretnénk elhozni a legfényesebb érmet. Akkor megnyugodtunk, hogy... Igen. Nem romlott el a csapat tavaly óta. Nem, azóta is ugyanolyanok vagyunk, szeretjük egymást a lányokkal, akár közös programokat is szervezünk, nagyon jó a csapategység, úgyhogy az nagyon rendben van.
Egyébként tényleg a Fradi leendő játékostársak közül ismersz valakit személyesen egyáltalán, vagy jobb viszonyban, vagy teljesen az ismeretlenbe ugrasz? A Kovács Anettet ismerem, ugye Békés Csabán játszottunk együtt, azt hiszem, egy évet. Őt ismerem, amúgy a többieket is személyesen nem. Jó, hát lesz rá mód. Igen. És megismerkedjetek. És mekkora, akkor maradjunk a kézilabdával, mekkora kézilabda fogyasztó vagy amúgy? Tehát, hogy nézel mindent tévében, amit csak tudsz, fiúkat, lányokat, BL-t, bármit, ami hozzáférhető, vagy szűröd erőteljesen. Hallottunk már ilyen, meg olyan véleményt is. Én nagyon szeretem nézni, akár BL, akár magyar bajnokság, ha bármi megy a tévébe, biztosan nézem. És szerintem jövőre a Békés Csaba meccsét is fogom nézni, hogyha tehetem. Ugye a testvérem még itt játszik Békés Csabán, úgyhogy ilyen kötőt is még van, úgyhogy biztosan fogom nézni a Békés Csaba meccseit. De amúgy mindent nézek, akár Európa-bajnokság, akár világbajnokság, fiúk, lányok, mindent nézek. Na, én szeretem. Helyes. Hát nagyon, nagyon, nagyon helyes. És ilyenkor, amikor nézed a már befutott nagy sztárokat, akkor egyébként egy ilyen hozzád hasonló tehetség, aki bontogatja a szárnyát, ez úgy is nézi, hogy ezt én is így szeretném csinálni. Hogy is volt az? Hogy lőtte? Hogy hajolt el? Vagy egyszer csak hátradőlsz és élvezed? Inkább csak hátradőlök és élvezem. Főleg a férfi kézilabdát, az annyival másabb, mint a női kézilabda, annyival erősebbek, meg gyorsabbak, meg dinamikusabbak, hogy ezt tényleg élvezet nézni, úgyhogy olyankor tényleg csak egy hátradőlök és nézem, hogy azt ezek miket tudnak. Van kedvenced is egyébként? Meg szurkolsz valamelyik csapatnak? Hát most magyar csapatot nem kérdezek már, mint nőit, mert nem akarlak zavarba hozni, de mondjuk férfi vonalon szimpatizálsz valakikkel? Férfi vonalon kedvenc csapatot nem tudnék mondani, inkább a Mikkel Hansent emelném ki, hogy neki azért a lövései, meg hogy ő milyen okosan játszik, azt nagyon kiemelném, hogy ő tényleg egy ilyen példakép. Gondoltam, hogy nem a Krisztopánzt fogod mondani. Szeretnék akkora lenni. Alkatilag. Megvan a recept, akkor Mikkel Hansen játékát kell összegyűrni Kovacsics Anikóéval, és akkor minden áll. Teljesül. Anna, köszönöm szépen, hogy beszélgettél velünk. Hát akkor jó szezonzárást, aztán meg várunk szeretettel a fővárosban. Köszönöm szépen. Köszönjük. Szia.